Sziasztok! Most egy újabb ilyen beszélgetős, kifejtősebb tartalommal jelentkezem, illetve átpróbálkozom. És ennek a résznek kettős funkciója van. Egyrészt kicsit beszélnék az egyik kedvenc játékunkról, Anett meg én nagyon szeretjük a Pandemicet. Másrészt pedig, amikor visszatértem októberben, és feltettem az első ilyen kérdést, hogy milyen tartalmat tudtok elképzelni tőlem, és természetesen mindenki szabálymagyarázatot szeretett volna, én pedig mást is szerettem volna. Akkor többen is olyan ötletet hoztak fel, hogy társasjátékos kiegészítőkről, vagy olyan dolgokról lehetne esetleg kicsit beszélni, amire igazából nincs szükség magához a játékhoz, mégis elterjedt valamennyire fontos része lett a társasjátékozásnak. Először is akkor hadd ejtsek pár szót a Pandemicről. Itt tulajdonképpen egy világtérképen utazgatunk a játékostársainkkal, és különböző szereplők bőrébe bújva próbáljuk megmenteni a világot egy világméretű járványtól. Utazunk, információkat osztunk meg, gyógyítunk, és ellenszert fejlesztünk. Maga a játék pedig újabb és újabb kihívások elé állít, újabb helyeken jelennek meg járványok, kitörések vannak, amik villámgyorsan fertőznek a környéken, és hát versenyt futunk az idővel és a járványokkal. Annak idején én nagyon sokáig vártam a kipróbálásával, egyszerűen egyáltalán nem vonzott a témája, semennyire sem érdekelt, hogy valamilyen járványtól mentsük meg a világot, és így egészen sokáig ellenálltam. Nem is merült fel, hogy játszanunk kellene vele. Aztán azért ez a kooperatív vonal, ez eléggé vonzó lett a számunkra, és úgy emlékszem, hogy azért viszonylag kevés kooperatív játékot találkoztunk, sőt, az is lehet, bár most már az emlékeim megkoptak ezzel kapcsolatban, szóval az is lehet, hogy ez volt az első kooperatív játékunk. Szóval vonzott ez a kooperatív dolog nagyon, hogy együtt játszhassunk. Hát elsősorban ugye én a feleségemmel, Anettel játszom együtt, tehát nyilván olyan játékot kerestünk, ami kettesben jól működik, mert bár szoktak járni hozzánk néha baráti társaságok játszani, vagy mi is megyünk és viszünk játékokat máshova, azért nem ez a jellemző, tehát mi főleg kettesben játszunk. És amikor végre azt mondtam, hogy na jó, annyira dicséri mindenki, és annyira mindenki azt mondja, hogy ki kell próbálni ezt a játékot, hogy végül azt mondtam, hogy jó, oké, hát természetesen próbáljuk ki akkor, amúgy is mindenevő vagyok, minden érdekel, minden játéknak adok egy esélyt, tehát ilyen szempontból nincs akkora ellenállás bennem, hogy azt mondjam, hogy bizonyos játékokat soha. És amikor végül kipróbáltuk Anettel a Pandemicet, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon meghatározó élmény lett, tehát egyszerűen lenyűgöző volt maga a játékrendszer, annak idején még inkább a játékrendszer vonzott, és nem feltétlenül a téma, tehát hogy az érdekelt a leginkább, hogyan működik egy játék, miképpen lesz valami egy jól működő rendszer. Lenyűgözött az, ahogyan működik ez a játék, a fertőzések, a pakli aljáról, a visszakeverések, minden nagyon-nagyon tetszett, és a tematikussága is eléggé átjött, tehát azt kell mondjam, hogy izgalmas volt játék közben az, ahogyan a dolgok alakultak, és ahogyan megpróbáljuk a világot megmenteni. Nehéz visszaemlékezni már, de mintha a társasjátékozásom hajnalán, illetve ennek a modern társasjátékozásom hajnalán nem nagyon érdekeltek a kiegészítők, vagy nem feltétlenül akartam minden kiegészítőt beszerezni. Sokszor úgy voltam vele, hogy abból a pénzből egy újabb játékot vehetek, egy másik teljesen eltérő játékrendszer, stb., amit ki tudok próbálni, és viszonylag hidegen hagytak a kiegészítők, így az alapjátékot játszottunk elég sokat. És aztán, amikor megjelentek a magyar kiadású Pandemic kiegészítők, akkor természetesen beszereztük őket, amint lehetett, kipróbáltuk őket, játszottunk velük. Ami a Pandemickel kapcsolatban ilyen, hát úgymond problémaként felszokott merülni, az az alfajátékos probléma, ami nagyjából azt jelenti, hogy mivel minden információ nyílt, a játékosok pontosan látják, tudják, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, egy-egy játékos megmondja a többieknek, hogy mit kell csinálni, és ez sokszor azért probléma, mert ennek a játékosnak igaza van, vagy legalábbis jól látja a dolgokat, és valóban az elég hatékony, amit javasol. És emiatt másoknak esetleg ez rossz élmény, mert ülnek ott, és megcsinálják azt, amit a másik mond nekik. Ez nyilvánvalóan nem az igazi. Persze a szabálykönyvben benne van, hogy hallgass meg a többieket, aztán döntesz, ahogy döntesz. Te magad döntöd, hogy az akcióiddal végül mit kezdesz.
de megértem, hogy ez probléma. Ugyanakkor szerintem nem a játék problémája, tehát az alfa játékos probléma sohasem játék probléma, véleményem szerint, hanem ember probléma. Ha egy társaságban van olyan, aki nagyon nehezen áll annak ellen, hogy megmondja a többieknek, hogy mit csináljanak, akkor azt a társaságnak kell kezelnie, vagy hát magának, annak az embernek. De természetesen ehhez kell visszajelzést adni annak az illetőnek, hogy ez tönkreteszi másoknak a játékélményét. Ez problémát okoz másoknak, és esetleg azt eredményezheti, hogy vagy azzal az emberrel nem játszanak többet, vagy kooperatív játékokkal nem játszanak többet. Persze vannak olyan kooperatív játékok, amelyeknél ez kevésbé áll fenn a rejtett információk miatt, de én azt gondolom, hogy kicsit, hogy mondjam, igazságtalannak tartom azt, hogyha egy-egy ennyire nyílt információs játékot ezzel vádolnak, nyilván kooperatív játékoknál lehet ez probléma csak. És azt hiszem, hogy azért is gondolom igazságtalannak, mert bennem is megvan ez a hajlam, tehát azt gondolom, hogy én is hajlok afelé, hogyha látom, hogy jaj, az nem lesz jó, amit a másik csinál, mert, és meg akarom mondani neki, hogy esetleg mi lenne, ha úgy döntene, hogy az hatékonyabb legyen. Szóval én tudom, hogy milyen érzés ez, ugyanakkor szerintem ez egy olyan önszabályozó dolog is az emberben, amin felül kell emelkedni, tehát vállalnom kell, hogy a másik esetleg nem optimális döntéseket hoz, de összességében a játékélmény mégis jobb lesz. Persze nálunk ez elég jól működik, mert ha én ebbe a hibába belefutok, és esetleg túl sokszor mondom meg, hogy szerintem mit kellene csinálnunk közösen, úgymond, és Anett jelzi, hogy ez neki most már így sok lesz, akkor abszolút ebből vissza lehet venni. Tehát ezzel kapcsolatban szerintem fontos, hogy visszajelzéseket kapjanak a játékosok, mert legyünk jó hiszeműek, a játékosok ezt nem rosszból teszik, nem azért mondják el a véleményüket, mert ártani akarnak bárkinek is, hanem egyszerűen nehezen kezelik ezt a dolgot maguktól, de ha segítő neki kezelni azt, akkor könnyebb lesz. Elég sok kooperatív játékot játszottam most már így életemben, és játszottam kisgyerekekkel, játszottam felnőttekkel, játszottam baráti társasággal, játszottam családdal. Azt gondolom, hogy mindegyiknek kicsit más a dinamikája, mindegyiknek kicsit más a célja is, és ezeket muszáj figyelembe venni, nem lehet csak úgy nekirontani ennek, és azt mondani, hogy a legfontosabb itt, hogy megmentsük a világot, és hogyha elveszítjük a játékot, akkor az borzasztó rossz játékélmény, stb. Így a pandemiket kicsit megvédeném ezzel kapcsolatban, szerintem nem a játéknak van alfa játékos problémája, hanem az embereknek, de ez szerencsére nem olyan dolog, amit nem lehet orvosolni. A következő része a témának, hogy maga az olyan kiegészítők, amik nem feltétlenül tartoznak a játékhoz, de mégis, hát ha a fórumokat néztek, olvasgattok, bárhol társasjátékos boltba bementek, akkor azért találkozni fogtok azzal, hogy kártyavédő. A kártyavédő az egy nagyon izgalmas betegség, mármint én abszolút betegségnek kezeltem részemről, mert amikor elkezdtem társasjátékozni, akkor mindent bekártyavédőztem, de mindent. Bármilyen játékról volt szó, mindenre kártyavédőt vettem. Aztán amikor már a Szellemlovasban már csak a kártyavédőkből összejött a törzsvásárlói kedvezmény, akkor elgondolkodható volt, hogy ez így mennyire észszerű, úgyhogy ezen kicsit felül kellett bírálni magamban. És most már nagyon-nagyon-nagyon kevés játékon van nálam kártyavédő. Kártyavédőt csak titkos szerepes játékokra rakok. Tehát például egy Masqueraden nyilván kell, hogy legyen kártyavédő. És azon kívül nem sok játékon van kártyavédő már. Ezen viszont mindenféleképpen van. Egyszerűen azért, mert nem szeretném, ha a kártyák elhasználtsága miatt kiderülne, hogy mikor húzunk fel egy járványkártyát. Úgyhogy emiatt mindenféleképpen bekártyavédőztem ezt a készletet. Az is benne van persze, hogy a régen vett játékokat automatikusan bekártyavédőztem. Így az alapjátékon volt kártyavédő már, és akkor már a kiegészítőkre is raktam. De én azt gondolom, hogy ennél a játéknál azért jól jöhet, mert itt bosszantó, hogyha látom, hogy járványkártya jön.
akkor azért mégis csak egy picit módosít a játékélményen. Amúgy bevallom, én sohasem rajongtam a prémium kártyavédőkért, úgyhogy én mindig csak ezeket a legegyszerűbb, hát mondhatjuk, hogy a legolcsóbb vékony kártyavédőket vettem. Itt ráadásul nem is kell sokat fogdosni annyira a kártyákat szerencsére, úgyhogy még csak az sem probléma, amit egy páran említenek, hogy jaj, nem jó fogni, meg bugyi, meg stb. Stb. Azt gondolom, hogy nekem teljesen működik, nálunk sohasem volt ebből probléma. És ami még ezzel a játék kapcsolatban muszáj előkerüljön, az a rendező. Ugyanis azért kettő kiegészítővel, és hát én bízom benne, hogy egyszer majd megjelenik magyarul a harmadik kiegészítő is, szóval a kettő kiegészítővel már nem olyan nagyon könnyű az előkészület, illetve nem olyan nagyon gyors az előkészület. És ha minden bebugyizva egymás hegyén hátán elrendezés, hát bosszantó tud lenni egy idő után, és bár nem sok játékhoz rendelkezem rendezővel, azért ehhez úgy gondolom, hogy jól jön. Már csak azért is, mert egy két dobozban kényelmesen elférnek a dolgok, és lényegesen megkönnyíti a ki, illetve elpakolást. Biztos vagyok benne, hogy soknál ez nem gond, hogy mennyi idő egy játékot elpakolni, kipakolni, illetve maga a játékidő. Nálunk azonban probléma, én egy kicsit hátris vagyok, és ha egy játéknak az előkészülete nagyon hosszú, főleg ahhoz képest, amilyen hosszú mondjuk egy játék, akkor megvan a veszély annak, hogy a játék nem fog előkerülni nálunk sokszor. És ez alapvetően egy elég szomorú dolog, ha belegondolunk. És persze ezen lehet szemet forgatni, hogy ugyan már, hát most 5 percet tovább tartalma, vagy 10 percet tovább. Én bevallom, mégis számít, mert mi általában estéként tudunk játszani. Lefektetjük a gyereket aludni, összeülünk, leülünk játszani, és nem feltétlenül van nagyon sok időnk minden este, illetve nem mindig van sok energiánk. Így 5-10-15 perc nagyon sokat számíthat. 15 perc az bőven elegendő ahhoz, hogy azt mondjam, hogy igen vagy nem. Nyugodtan kijelenthetem, hogy ezen múlhat, hogy én játszom valamivel vagy nem. Persze nyilván hétvégén, ünnepnapokon, szünetben könnyebben előkerülnek a hosszabb játékok is, de szerencsére a Pandemic egy olyan játék, ami belefér egy ilyen hétköznapesti alkalomba, tehát hogy nincs ezzel probléma. Ugyanakkor, ha nem csak az alapjátékot használjuk, hanem mondjuk a kiegészítőket is, akkor jó, ha valami segít nekünk abban, hogy spóroljunk némi időt, mert hiába megy le maga a játék 45 perc alatt, hogyha az előkészületek viszont meg az elpakolás hosszabb. Emellett pedig azért mutatom meg nektek ezt a rendezőt, mert úgy van megcsinálva, hogy ki lehessen venni belőle az elemeket. Tehát ez nem egy olyan rendező, amiben belerakom az elemeket és kiveszem, hanem magát a rendezőt is szét lehet szedni, úgymond. És így gyakorlatilag elő lehet készíteni úgy a játékot, hogy nem kell ezeket mindig ki és elpakolni, itt vannak, folyamatosan ebbe tudjuk gyűjteni, ha levesszük a tábláról a különböző víruskockákat, akkor csak ide visszahelyezzük, és a végén elrakjuk. A rendező aljában ott vannak a feliratok, hogy ide kerülnek a városkártyák, ide a bábuk, ide a szerepkártyák, és így tovább. Sőt, itt a vírusoknál még így bele is van égetve a szimbóluma. Ez persze nem annyira fontos, de azért szépnek szép. És ezek nem mellesleg azért is jók, mert ha állítva használja valaki a dobozokat, állítva tárolja valaki a dobozokat, akkor ezek nagyon jól egyben tartják a tartalmat. Talán valakinél probléma, talán valakinél nem, de azért lehet gond abból, hogy állítva tartott dobozban össze-vissza borulnak a dolgok, és ez ebben elég nagy segítség. Bízom benne, hogy nem sokára talán lesz a harmadik kiegészítőnek is magyar megjelenése, és akkor majd a most még üresen lévő rekeszek is megtelhetnek. Bevallom, engem kicsit zavar, amikor egy játék egy része magyar, egy másik része angol. Úgyhogy persze nem panaszkodhatunk, ha már megjelent kettő kiegészítő a Pandemichez, akkor is rengeteg játékalkalom van benne. Úgyhogy nem gondolom, hogy valaki
olyan gondba esne, hogy nem tud valami megfelelő nehézségi szintet, illetve kiegészítő összeállítást összerakni magának egy játszmához. De azért a teljesség kedvéért bízom benne, hogy megjelenik az utolsó kiegészítő is valamikor. Minden esetre mi nagyon szeretjük mind a Penge élen, mind pedig a labor kiegészítőt. Azt gondolom, a laborban ezek a szekvenciák igazán izgalmasak és teljesen más ízt adnak az ellenszérum kifejlesztésének. Talán egyetlen dolgot nem próbáltunk ki még sohasem a kiegészítőkből, ez pedig a bioterrorista. Ha olvastam róla sok mindent, viszonylag kevés dicséretet lehet olvasni róla, de azért én mindenféleképpen szeretném valamikor kipróbálni, csak az ugye kicsit nehéz ügy, mert ahhoz tényleg egy olyan társaságra van szükség, ahol az rendben van, hogy egy játszik mindenki más ellen, és hát bízom benne, hogy előbb-utóbb azért sikerül kipróbálni, és akkor magam alkothatok róla majd véleményt. Ugye, ahogy az előző videóban, az előző kifejtős videóban is említettem, ahol a Arkham Horror RCG-ről, illetve a Six Making-ről beszélek, hogy nem nagyon várható részemről toprista, de egy-egy ilyen részt szívesen szentelek általam nagyon kedvelt játéknak. És ugye emellett szerettem volna ezt az inzertet is bemutatni, mert számomra nagy segítség, és szeretem egyrészt időspórolásból, másrészt ilyen rendszeretetből, illetve hát én bevallom, számomra szép is. Amúgy ez a két inzert, amit láttatok, ez a Giftforge munkája, és nagy előnye az ő termékeiknek, hogy összeszerelve érkezik. Na most nekem már van egy pár inzertem más játékokhoz, és a többségét nekem kellett összeragasztani. Hát, s azt kell mondjam, hogy látszik is, hogy én ragasztottam össze. Bevallom, nem valami jó a kézügyességem, meg még ráadásul türelmetlen is vagyok ezeken a területeken. Így jó néhány inzertnél nagyon boldog lettem volna, hogy nem nekem kell összeragasztani, de ez van. Itt viszont összeszerelve kaptam az inzerteket, ami mondanom sem kell, számomra nagy boldogság volt. Jó, azt hiszem, hogy le is zárom ezt a részt. Ha bármilyen kérdésetek, megjegyzésetek van, nyugodtan írjatok, igyekszem válaszolni mindenkinek. Köszönöm szépen, hogyha meghallgattátok, megnéztétek ezt a részt. Sziasztok!